hiszem, hogy mindig a legjobbkor kap az ember olyan megerősítéseket, amiket kap. És ezt, aki érti, érti. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Megpróbálom. Bakonyi Csilla nehezen találta a szavakat, elérzékenyülve fogadta a díjat, melyet a színház közönsége ítélt neki. A fiatal színésznő 2003 óta játszik a Vörös Marti Színházban. Játszott már Shakespeare darabban, a Mágnás Miskában is. Kedvence az idei repertoár közül mégis a Portugál című darab volt. Mint mondja, nem számított az elismerésre, mégis boldog, hogy megszerette a közönség. Ez minden díjak közül talán a legkedvesebb, persze az is nagyon fontos, hogy a kollégák hogy értékelik az embert, de ez mégis csak egy olyan díj, ami a legfontosabb kell, hogy legyen egy színész életében, úgy gondolom. És tényleg idén nagyon, nagyon éreztem a közönség szeretetét, és különösen így az utolsó darabunk a Mágnás Miska kapcsán. Nagyon, nagyon éreztem azt az energiát, amit szeretek. Brájer Éva alpolgármester szerint a színház közönsége igényli, hogy elmondhassa véleményét, hogy közelebb kerülhessen a színészekhez, akiket csak a színpadon lát. Sosem titkoltuk, hogy én magam sem, hogy annak nagyon örülnénk, hogyha lehetne is találkozni a színészeinkkel, mondjuk ilyen kellemes nyárestéken, a különböző kávézók teraszain, hogyha pezsegne velük együtt az élet Székesfehérváron. Úgyhogy azt gondolom, hogy kell ez, nagyon kell, és hát ezt mutatja is már évek óta, hogy a közönség szereti, és több százan szavaznak. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András is szeret színházba járni. Szerinte a díj alapítói azért hozták létre ezt a díjat, legyen egy olyan elismerés, amelynek sorsáról a színház szerelmesei dönthetnek. Az a közönség dönthet a színházra vonatkozásában, akinek a színház alapvetően szól. Akik nap mint nap bemennek egy előadásra, nap mint nap véleményt formálnak a fehérvári színház munkájáról, az itt dolgozó rendezők, színészek munkájáról, hogy nekik legyen lehetőségük arra, hogy elmondják, hogy egy adott évadban kit láttak a legjobbnak, ki adott nekik a legtöbbet. Korábban többek között Zsúrs Katik, Szantusz Barbara, Brunner Márta és Závodszky Noémi nyerte el a nézők kegyeit.